Köszöntöm nézőinket, Mozaik című adásunkat látják. Sólyog Gabriella Munkácsi és Prohorbe Sopron Díjas grafikus művész nemrégiben a Magyar Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatának nagyon rangos elismerését vehette át többek között. Erről is beszélgetünk a művésznővel, akit én leginkább Gabinak nevezek, hiszen nagyon régóta ismerjük egymást, és ezért a nézők remélem elnézik nekünk, hogy tegeződni fogunk. Jó. Gratulálok az elismeréshez, és mielőtt erről beszélgetnénk, egy friss hírt osztottál meg velem, aminek nagyon-nagyon örültem, hogy egy nagyméretű képed helyszíre talált itt Sopronban, ami nagyon fontos számodra is, és nagyon fontos az érintettek számára. Miről is van szó? Még a jubileumi évem alkalmával kiállítottuk a Munkácsi Szalomban. Ez egy legtávolabbi pontjait mérve egy ilyen 5 méter szélességű, de a kontúrja az változó. Egy olyan rajzolt fal, aminek azt a címet adtuk, hogy Fekete Felhők mitológiája. És miért mitológiája? Azért, mert a rajzolt motivumok fölé szándékosan kézírással ráírtam az ókori mitológiának nagyon kedvenc részeit, és nagyon-nagyon szépséges és szimbólumokkal és isteni akaratokkal és történetekkel bonyolított gyönyörű költészetét. Nagyrészt Sumer versek vannak, ami olyan fordításba került ide is, de hát kiadott könyvekbe, hogy dr. Komoróci professzor fordította le, aki az első magyar, aki ékírásból fordított, nem nyugati nyelven át. És nagyon elmélyült és nagyon mohón, kutató, makacs ember, és nem költő. És ettől olyan nyers a dolog, és olyan igaz, és olyan látható ereje van, hogy azt valahogy rajzban, nyilván festészetben is, de ugye én nem festek, megoldani, letenni, hát az egy 12 éves élmény volt itthon. De a bagdadi 5 év alatt pedig a műtárgyak közelébe dolgoztam. Úgyhogy az, hogy ez a szülővárosomban marad, nem is tudom ezt a mondatot elérzékenyülés nélkül mondani. Nagyon boldog. Mert hogy a líceum, a Berzsenyi Líceum ugye befogadta ezt az alkotást, és akkor hol díszíti majd a falakat? Majd az igazgató úr részletesebben eldönti, de már is megmutatott egy gyönyörű teret. A Templom utca 17 végtelenül nemesen és gyönyörűen restaurált belső terei. Ide költözik majd az iskolából külön iskolai könyvtár is, de a városi lelőhelyekről az ő még régebbi könyvtára, és ugyanott előadások, beszélgetések, alkalmak lesznek, és hát én külön élvezem, hogy találkozom az ifjúsággal. Nagyon érdekes lesz, és azt akarom, hogy nem, ne azért legyen unalmas, mert megváltoztatjuk, hanem vegye észre, hogy ott milyen emberi tulajdonságok vannak az istenek alkataiba. Gyönyörű, hihetetlen. Teremtés, mitológia. Ez illik rá. Ez egy igazán jó hír, és hála Istennek több minden jó hír is van a házatáján, mert hogy hihetetlen energikusan műveled a csodaszép művészetedet, és ugye ingázol Sopron és Budapest között, viszont most térjünk vissza akkor ahhoz a bizonyos rangos elismeréshez, a Magyar Művészeti Akadémia rangos díjához. Mennyire lepett meg esetleg az, hogy végül is téged választottak ki a grafikus művészek közül? Hát nagyon meglepett, megmondom őszintén, mert én úgy véltem, hogy nem vagyok egy harsányan magát előadó ember, viszont mindig az akadémia nyúlt oda értem. Mert akár film, portréfilm megbízás volt, akár kiállításra meghívás, ott voltam. És akkor eltelik annyi év, hogy ők követni tudják ezt az egész felfogást,
és annak a több éves megfogalmazását kimondottan rajzba. Mert már az előző években se festettem, és eztán sem. És akkor kiderült, ahogy az évek sokasága elmúlt, hogy ezek a mitológiák, ezek több idejű és több témájúak. A ókori keleti mitológia, a ókori görög mitológia, mert az Orpheus bolyongásaihoz csináltam, azt hiszem 15-valahány rajzot, és a harmadik meg a zsidó-keresztény mitológia. Az is olyan, hogy az íze és az érzékelhető költészete az már Irakban is megfogott engem, és a saját hitem lényegét illetően pedig hát nem tudok szabadulni az egész, akár krisztusi történet, akár a keresztény teremtés mitológiája. Nem tudom, hogy hány rajz lesz még belőle, de ennyit már észrevettek ők, hogy itt valami úgy látszik mocorgott bennem. Nagyon izgalmas, hogy több művészeti ágban is otthon vagy, hiszen tulajdonképpen ugye grafikus művészként is tevékenykedsz, aztán művészfilmeket készítesz, amelyek szép sikereket érnek el versenyeken. Ugyanakkor már ebben a beszélgetésben körülbelül kétszer is elhangzott, hogy nem festesz. Igen. És nem is fogsz festeni. Nem bizony. Honnan ez az elhatározás? Mert az ember azt gondolná, hogy amilyen végtelenül ugye sokrétű vagy sokoldalú, hogy mocorog benned a festés iránti vágy is. Nem. Ami még valamikor mocorgott, az a zene volt, aha, de azért nem mentem zenei pályára, mert roppant lámpalázas vagyok, és a növendékhangversenyen mindig gyengébb volt a darab, mint a próbán. Úgyhogy ezt nem csinálom. A festéssel egy érdekes dolog történt, mert amikor az itteni csodás Ágoston szabadiskolából többen felvételt nyertünk a képzőművészeti főiskolára, akkor azokon a rajzokon tájékozódva a tanárok festőszakra vettek föl. Uh-huh. És tudtam, hogy a szüleim egyikük főleg kevéssé lelkesedik, hogy én ilyen ingatag pályára mennék, és engedelmes lány voltam, és hát bizony diplomáig eljutottam úgy, hogy festőszakot fejeztem be. De most azt mindenkinek mondom, neked is, hogy 5 év alatt én mesteremet nem bántva eluntam a festést. Én éreztem, hogy abban én nem tudok igazán kiteljesedni. És akkor nézd meg a sorsot. Itt rajzolunk az Ágoston Ernőnél. A főiskolán festőszakon elvégzem, és rajztanár is persze. És akkor elmegyek Irakba a múzeumba, és ott visszatalálok a rajzra. Mert ott egy három viselettörténeti könyvet rajzoltam, és az azt jelentette, hogy a Sumer, a Babilon, az asszír viseleteket, azt mind a szobrokról jegyeztem le, természetesen rajzilag. Úgyhogy én mondom, amit a sors úgy elkövet velünk, vagy történik velünk, azt én nagyon komolynak hiszem, és ténylegesen hiszem. És érdekes, hogy tényleg néha a mozaikkockákat az ember nyilván utólag rakja össze, igen, hogy mi miért történt. Beszéltünk ugye a mitológiáról, a mitológia adta ihletről, és most esetleg, aki nem ismer téged, annyira ismeri az alkotásaidat, az azt gondolná, hogy inspirációt te csak az ilyen nagyon nagy dolgokból szerzel, holott egészen másképp nézed a világot. Nem kell hozzá ilyen nagyon nagy esetleg történelmi, vagy bármi egyéb kultúrtörténeti dolog, hogy inspirálódj. Nem. Ez különösképp vonatkozik Sopronra. Mert ugye számomra ez egy mágia, ez a város, és minél idősebb leszek, annál jobban vonz. És most, ha visszamegyek, lesz egy kiállításom,
minden falon 18x23 nagyságú rajzok lesznek dobozkeretbe, mert úti rajzoknak hívom őket, csak egy képcédula lesz, és az mindegyik arról szól, minden falon, és minél több van együtt, annál jobban kifejezi azt, hogy Sopron és Budapest között utazva, mindig az ablak mellé kérek helyjegyet, és nemhogy ott nincs műemlék, ott nincs magas hegyek, nem tudom, milyen meghökkentő szépsége, de ami van, az olyan valódi életű gyönyörű, és egyszer csak észreveszem, hogy az ég is van olyan mozgalmas, mint a föld. Sőt. És akkor ebből ilyen jegyzetféleségek, nem vázlatok, mert érdekes módon nem vázlatozok, mert ott valahogy félek, hogy kirajzolom a sóját. Uh-huh. A dolognak. A fantáziád a képzeletedben maradjon meg. Igen. És akkor, amit akkor oda lejegyzek, leteszem, azt addig gazdagítom, amíg önálló kép nem lesz. Na most ebből olyan 30 darab körül, nem tudom mennyi van, még egy pár, és azt állítjuk ki, és nagyon, nagyon megfog mindez más tájakon is. Tehát olyan érdekes, hogy sose rajzoltam a főteret, de bementem a Kolostor utca udvaraiba. És azt se rajzoltam le éppen, de annak a leszűkített világítását, meg az engem körülvevő zártsága és intimitása és bensőségessége, az nagyon megfog. Fejezzük be a beszélgetést egy idézettel, mert hogy raktál magad el egy idézetet, és nagyon kíváncsi Igen. vagyok, hogy mi is az, és kitől? Igen. Csak egy kicsit azzal bővíteném, hogy amikor a Fertődi kastélyba pár napja kín voltunk, és egy kortárs művészeti anyagot kellett végigvezetnem, anyagon végigvezetni a kedves érdeklődőket, és a kastély lakói egy teljesen más századi korszellembe. És ez a kettő, ez engem nagyon izgatott, hogy a mai individuális világunkba, ahol a művészet aztán tombol, mert az önmegvalósítás hát az a legérdekesebb és legfontosabb. És hát bizony voltak olyan képviselői a belső képzeletnek, hogy benne volt egy attraktív ötlet, és azzal vége. És akkor az ember ezt olyan meglepően válogatta mindig, mert mindenki más, és írtó érdek. És egyik-másikból hiányzott valami fontos és tartalmas gondolat, és volt olyan, amelyikből nem. Na most találtam a Márai Sándortól egy idézetet, amit én rátettem egy meghívómra egyszer. Az így szólt. Ha az ötletből nem lesz élmény, dobd el akármilyen okos, csábító és tetszetős. Hát én ennek a nyomaiba megyek, más munkáinál is, és hát én nem vagyok olyan ötletgazdag, de erre ügyelek mindig, hogy egy kicsit egyetemesebb többlet is legyen abban a rajzban, ne csak a cím közöljön valamit, és akkor tovább sétálunk a kép előtt, és tovább. Szóval nem tudom, mikorra jön össze az igazi jó rajz. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm a bizalmadat, sok további sok sikert kívánok, és alkotókedvet természetesen. Köszönöm szépen, igen, arra szükség van, mert hát nem könnyű a világ. Úgyhogy hát köszönöm neked is. Szervusztok! Kedves nézőink, ennyi fért Mozaik című adásunkban. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!